chiques, combiné. Espérate, veo toques. Tirot, tirot, margui, tirot. Potata, combiné, lot. Hola, lilo. A big stein, no less by. Make your murder, hobby. Zord. Boldog új évet! Kitartam a főnökkel, mert beosztott ma is, hogy dolgoznak, mert ma van 197. hónapja, hogy katona vagyok. Jutalmú ma is kiosztotta a beosztásomat, hogy ráküldött a teherautóaknál, hogy tisztíjam ki. Én meg kitoltam, mert én is ünnepelni akartam. Aztán fölhívtam a másik telefonon törzsparancsok hangján a főnököt, és akkor most ott kergeti a saját farkát. Mutka ezzel az állattal, majd a főtörzselvtársa. Én mondom azt neki, hogy egy állat, mert a felesége az úgy beszél, hogy kicsin kis bogárkám. A bogár meg egy állat, ugye? Na, szóval múltkor voltunk vele egy ilyen közös nagy baráti országok, nagy közös baráti hadgyakorlatán, ami egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban volt. És ott volt egy fiú egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban, aki nem volt magyar. Na, oroszul beszélt. Rosszul beszélt, és mondta nekem, hogy amikor náluk volt egy évvel ezelőtt egy ilyen nagy hadgyakorlat, általában megtörtént dolog volt, hogy már Kijev fölött szálltak 6000 méter magasságban gyakorlatozó repülőgépek, akkor azt vett észre az egyik pilóta, hogy a jobboldali kisablaknál kívülről befelé integet egy fejkendős öregasszony. Ja, lába alatt meg ott volt a söprő. A pilóta gyerek meg volt ijedve, aztán nincs leírva a szolgálati szavázásban, hogy mit kell csinálni. Erre ő meg visszakopogott az ablakon, azt mondja, ne haragudjon nénike maga, boszorkány. Dehogy is én, és igen, takarítónő voltam Csernobilban. Legszebbet nem mondtam el. Hi, az volt, hogy múltkor ez az álva, föltözsávtárs, lekísért az orvosi rendelőben, meg akarták nézni, hogy van-e valami a tüdőmbe. De nem volt, mert elrejtettem rendesen. És lementünk, az előtte mentő, és föl volt öltözve, sapka, meg csillagszórók, meg mindenféle díszek loptak rajta. Aztán beállít előle az orvoshoz, orvos megfogadta, azt mondja, na mi van, föltözsávtárs? De ez meg odáll, leveszi a sapkát, és ott üt a fején egy béka. Erre megszólalt a béka. Nézze már meg, doktor úr, mi nőtt a fenekemre. Húzzon ide! Húzzon ide, mint a vadliba! Vigyázz! Az igaz, hogy leszerelés lesz, de nem dobáljuk el a szerszámot meg. Mi van a kezébe? Görcs. Mi az? Szakát ragasztott a motoros fókának, vagy mi az? Mi az ott? Jelentem, hogyha a partista tetszik gondolni, a szolgálati szabályzatnak megfelelően rövid sportossal leníratom a fizuráját. Kopasz, ne fárasszom, mert nem hoztam magam a tábori ágyat. Az mi ott az a másik ott a... Tetszik tudni ez a csődör? Vödör, vödör. No, mondja el, kopasz, a vödör szótári alakját. Ne nézzel, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk. Hát én vödrök. Jó. Fog ez menni, kopasz, nincs baj. Te vödörsz? Bizony. Övödör. Övödör. Mi? Mi? Ja, mi vödrünk. Ti? Ti vadar. Nem. Ők lavorna. Maga fatökű lepke vadár. Hány részből áll a vödör, kopasz? A kopasz vödör három részből. Fejtor potro.
Mit tart maga a vödörbe, kopasz? Kisebb állatokat, papagát, teknős békát, rövidebb nyakú zsiráfot. Ne hűljön! A vödörbe nagy dolgot kell tartani. Ha fölé tetszik gugornia. Miket belekeg itt össze? Maga dugófejű hullarabló, miket dumál itt össze? Mit szólta maga anyja, amikor maga megszületett? Elcsodálkozott, hogy fiút szeretett volna. Miért a maga személyi száma mennyivel kezdődik? Másféllel? Vagy mi van? Atya úristen, a múltkorral kapcsolatban volna egy megjegyezni való. Tessék nyugodtan már, ha már így összeértünk. Volt az eligazításom, hogy aki önként jelentkezik népdalszakkörre, az elmehet. Maga hova ment? Elmentünk mi is, azt volt. Persze. Piálni, mint a vadállat. Nem. Itták a söröket, mi? Nem, fröccsesztünk. Hey, kopasz. Látja, hazug embert hamarabb utolérik. Autóval mennek utána. Hazug embert hamarabb utolérik, mint a... Minta után. Mint a sántaku. Ne mondjon, ilyen gyerekek vannak. Sántakutyát, miért kopasz? Hát a sántakutyát az tényleg, mert az a három lába van, aztán mégse zongora. Pedig a lónak is három lába van, mégse forduljon hátra, mert úgy áll, mint a lóné. Szóval a lóné hátra fordul. Lóné hátra fordul, a kancácska, aztán utána... Az nagy baj van. Örülök, hogy magából egységesen benne van az agyalágyultság. Jó van. Szóval voltak népdalszakköröm? Mindenhol voltunk fönnök, de nem azért, mert ugye a kulturális könyvtárba, dolog... Könyvtárba oda meg, szóval. Hogy szinte minden órában oda jár. Minden órában jár. No. Hát ha minden órában oda jár, akkor mit olvasott utoljára? Hát ugye dolgok voltak meg a kezemben, amit vettem a könyvbe, és voltak volt. A jó. Olvasmányok. Mondj el a hét vezért! Álmos elődont kont, hapci vidor, tudor. Nem szégyeli maga? Miért nem olvas egy kicsit? Tényleg? Jó, mondok valamit. Remélem magának is eszébe jut róla valami. Na, gyerünk. Negyedik Béla. Magam. Ötödik Béla. Én nyertem föl. Remélem nem csodálkozik, hogy nem túlzottan fogja látni a laktanya kiáratát, ugye? Hát, ha becsukom a szemem, és kienged ugye az utcát. Ki volt Monte Cuccoli? Hát a tabokor alján láttam én is, ahogy nézte ott a... Még szóltam is a rendésznek, hogy menjen oda, mert hát valami... Miről beszélj maga? Hát, ki volt Nero? Hát a ráró kispejlova. Emlékszem, kesének becéztük, mert nem nőtt ki a szőre rendesen. Római császár volt. Lehet, hogy az is rajta volt, én a lovat néztem. Mondjon egy török szultánt. Azerbajdzsán. Miért Azerbajdzsán? Hát gondolom, az édesanyja nevezte így, hogy Azerbajdzsán nézel, de ez én kisfiam. Ki volt Hannibal? Hannibal? Hát ette az embereket a lóhát, vagy elefántháton. Az kanibál maga, ütődött. Ez meg Hannibal volt. Az ott volt a narunk. Na kérem, ki volt Attila? Attila? Hát, jaj, a szegény láttam, mint nagyon ki volt. Hát ott futkosott szerencsétlen. Főnök osztotta rá, hogy ott fusson végig oda. Attila, Hun! Hun, hát a kárt végigvá! Mi volt a hunok fegyvere? A tisztelten voltak náluk ugye ezek a váravehetők és a... Nyíl, nyál, nyúl! Ne nyárnyogjon! Mibe tartották a hunok a nyilat? Hát a tokja volt rendesen. Na azt a tokot hogy hívták? Na, hát a... Ennyit kéne már tudnia. Na, tegez! Csezd meg, akkor se tudom rá! Nem jut eszembe, apukám, na! Van ilyen, hogy kieszik az ember agyából, te sem vagy mindig olyan okos, na! Miket brekeg itt ha maga? Ha már szíveszterezünk is. Miket brekeg itt maga? Milyen függelemsértés ez itt, te? Hát most... Miket dumál maga itt össze-vissza? Azt hittem, hogy kocsintasz velem, haver, nem? Mit csinálok én magával? Ha most te nem magázol ön vissza engemet? Ha maga beszedte a fogalmazásgátló? Mi van a maga vállapján? Hiány van, de már jelentettem. Az én vállapomon mi van? Jelzések vannak. Mi vagyok én? Turista út? Mi? Mi ez itt a vállapomon? Három csillag van. Mi az a három csillag? Jó konyak. A jó felébe emlék maga. Ha mit képzel maga?
Azonnal mondja meg, hogy mi az én megszólításom. Kedves uram. Minek néz engem? Hát azt most elmondaná. Álljon oda. Maga elvarázsolt fatökű lepkevadász, maga. Mama kedvence. Gyerünk, ismertes a néphadseregben rendszeresített rangjelzéseket, de villámgyorsan. Első a... Első a Ferencváros. Az esze Tokja, az az első. Első az őrvezető. Őrvezető. Őrvezető? Őrvezető. 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 Szögeden, itt úrvezetőnek mondja. Őrvezető. Őrvezető, jó, majd rá beszélgetünk, kintja. Őrvezető után jön a ti. Mi nem, mi itt vagyunk egyszerűen. Tizedes. Tizedes. Vesző. Nincs vesző. Nincs vesző. Nincs vesző. Úgy leoperálták. Nem operálták le. Tizedes után mi jön? Huszados. A maga agya az. Hogyan tájékozódik a sötétben az őrjáraton? Tiszteltem, mint a denevér. Fejjel le felé. Farkam le. Még, még, még. Moson elegem magából. Azért jöttem ilyet tulajdonképpen, hogy lesz egy kultúrrendező, na vegye elő a szöveget, azt elmondjuk azt a bevonási baladát. Snézk, rd, mávat, il, un, his, hap, liteker, hapel, sász, mert... Eszkimó mennyasszonya van, mit szórakozik itt? Adja ide. Mászom, visszaérem, majd felolvasom, ne súgjon, nem utogasson itt nekem. Köször kérkede, bügergű. Terdőközön, mör, de berg... Elmegy a jó büdös franca, fordítatta ide ezt a rohadt papír. Hogy lehet így felolvasni? Elnézést, így rakták a zsebembe föl. Mondja, kopasz. Mondja meg őszintén. Nem szokott érezni hátul az agyába? Vagy nyomást itt hátul? Főnök, valaki ütéget hátulra fedezzen! Mit csináljak én magával? Fedezzen, főnök, gyorsan! Fedezze magát, tudja ki fedezze magát hátulról a bábor nagy csődőr nagypapáról. Azt fedezze magát, hogy még szaporodjon is, mi? Most innen a fene a jó dolgát!